Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Megszerezte első hazai győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Hazai pályán a Paks ellen kezdi a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. Szombathelyen lép pályára az NB2 nyitófordulójában a Spari. 5 ponttal legyőzte az Ajka csapatát a nyíregyházi kosársuli. 30 fontos vereséget szemelett hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 99-69-re kaptak ki a listavezető Szombathelytől. A vendégek egy vereséggel és 15 győzelemmel, a hazaiak egy győzelemmel és 14 vereséggel álltak a mérkőzés előtt, és ez előre is vetítette a találkozó forgatókönyvét. Ehhez képest jól kezdtek a cápák, az első negyed végéig vezetett a Nyíregyháza, a 10. perc végén azonban már a Falkónál volt az előny. A második 10 percben is tartotta magát a házigazda, igaz közben nőtt a különbség. Fordulás után sebességet váltottak a vendégek, a hazaiak pedig egyre többet hibáztak, így nyílni kezdett a két csapat között az olló. Végül 30 ponttal nyert a Falkó, a Nyíregyháza pedig épített azokra a percekre, amikor megnehezítette az éllovas dolgát. A bajnokság legerősebb csapatával találkoztunk. Ellenfelünk kerete tele van tapasztalt és jó játékosokkal. Ezzel szemben mi egészségügyi gondokkal küzdöttünk, de ez nem kifogás. Jó energiával kezdtük a meccset, ám ilyen erős csapat minden hibát megbüntet. Voltak biztató jelek a játékunkban, de továbbra is fennállnak a problémáink, vagyis az 1-1 elleni védekezés és kizárás. Támadásban lehetne több pontunk, ha születnének kosarak lerohanásból. Ezeken kell dolgoznunk továbbra is. A Falkó ellen mindenkinek nehéz dolga van, ma is megmutatta, milyen minőséget képvisel. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa a 16 pontig jutó Vitis Pipilas volt. A mérkőzés eleje jól sikerült, nagy intenzitással játszottunk, még akkor is igaz ez, ha 8 támadó lepattanót engedtünk az ellenfelünknek az első félidőben. A második félidőben nem tettünk elég energiát, ami egy ilyen erős csapat ellen megengedhetetlen. A vendégek edzője szerint a második félidőben jött ki a két csapat tudása közötti különbség. Az ellenfelünk nemrég edzőt cserélt, és a félcsapat megváltozott, emiatt más energiával is játszik. Nem kezdtük kifejezetten rosszul a meccset, de sok hibát követtünk el védekezésben, könnyű kosarakat engedtünk az ellenfélnek, amivel ritmusba jött. A második félidőben védekezésben, fizikalitásban, ritmusban sokkal jobbak voltunk, szépen járt a labda. Örülök a győzelemnek. Nem kezdtük jól a mérkőzést, de ahogyan haladt előre a meccs, egyre jobban, ugye mi is felvettük a ritmust, leginkább védekezésben. Jó védekezésekből tudtunk sok könnyű kosarat szerezni a térfél, és a támadó térfélen szerintem ez döntött. Ezeket a meccseket, ugye ez amiatt nehéz, mert ez úgymond a kötelező kategória, mi nekünk főleg, hogyha az utolsó otthonába látogatunk. Örülök neki, hogy ezt a mérkőzést is behúztuk, és haladunk tovább, készülünk a következő hazai meccsekre. A forduló további eredményei a következők: Deac Szolnok 81-63, Szeged Albafehérvár 87-78, Zalaegerszeg Budapesti Honvéd 93-80, Kaposvár Oroszlány 78-68, Sopron Atomerőmérse 78-80 és Kecskemét Körmend 81-72. A Nyíregyháza szerdán pótolta a 14. fordulóból elmaradt Kecskemét elleni mérkőzését. Agresszíven, nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai csapat, aminek meg is lett az eredménye, az 5. percben 11-4-es nyíregyházi vezetésnél már időt kellett kérnie a Kecskemétnek. A folytatásban sem lassítottak a cápák, 10 perc játék után 5 ponttal vezetett a házigazda. A második negyedben sem változott a játék képe, a negyed vége viszont a vendégeknek sikerült jobban, de így is 4 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a nagy szünetre a csapatok. A hazaiak addigi 40 pontját 3 játékos, Perry, Kópsz és Pipilas szerezte, így az volt a kérdés, hogy a folytatásban kicsatlakozik hozzájuk a csapattársak közül. Fordulás után zárkózni kezdett a Kecskemét, sőt a záró negyed már 3 pontos vendégelődnél kezdődött el. Kass Balázs a legjobbkor csatlakozott az addigi pontszerző nyíregyházi trióhoz, 3 pontos kosaraival visszavették a vezetést a cápák, sőt 2 perccel a meccs vége előtt már 12 ponttal vezetett a Nyíregyháza.
A hajrá azért izgalmasra sikeredett, de végül 77-71-re nyert Darko Radulovics együttese, amelyben a 37 pontos Perdi és a 16 pontos Pipirász mellett a 11 pontig jutó és 18 lepattanót begyűjtő Erik Kósz volt az egyik húzó ember. A védekezés volt a győzelem kulcsa. Nagyon agresszíven és intenzíven védekeztünk, nagy nyomást helyeztünk a labdás emberre. Egy-egyben jól védekeztünk és jól lepattanóztunk. A hazaiak edzője egyetértett játékosával. I am really happy to hear this from the players. Nagyon boldog vagyok, hogy Erik is a védekezést említi a győzelem kulcsaként. A játékosok megértették, hogy ez szükséges a győzelemhez. Nehéz meccs volt egy tapasztalt csapat ellen, amely ráadásul jó formában érkezett, de nagy energiával játszottunk. Erik 18 lepattanót szedett, ami mutatja, hogy mekkora energiával játszott, de ez igaz a csapatra is. Betegségekkel és sérülésekkel küzdünk, de túllendültünk ezeken. Erre tudunk építeni. Támadó oldalon is jobban teljesítettünk, mert az előző meccsekkel ellentétben végre tudtunk kosarakat szerezni gyors indításból. A vendégek edzője szűkszavon értékelt a találkozót. Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelten nyertek. Ezen az estén mi nem érdemeltünk volna a győzelmet, úgyhogy ennyit szeretnék mondani. A kecskemét játékos a Kucsera Dániel szerint sem érdemeltek győzelmet. Nagyon sok eladott labdánk volt, sok támadó lepattanót engedtünk a Nyíregyházának, ezt jól ki is használták. Én úgy gondolom, hogy jól harcoltunk, küzdöttünk, amennyire most is bírtunk. Megpróbáljuk ezt a meccset elfelejteni és a jövőre koncentrálni. A tabella élén a Szombathely áll 16 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-15-es sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 10-7-tel 6. Paks otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár Körmend, Budapesti Honvéd Szeged, Kaposvár Zalaegerszeg, Szombathely Debrecen, Oroszlány Sopron és Szolnok Kecskemét. A hétvégén rajtul a tavaszi szezon a labdarúgó NB1-ben. A Kisvárda szombaton délután 14:30 a 17. forduló nyitó mérkőzésén a Paksot fogadja. A törökországi edzőtábor egy bejáratott terület volt a Kisvárdának. Ugye nem ért semmilyen meglepetés minket. Az a edzőkomplexum volt, ahol maximálisan el tudtuk végezni a munkát, ugye, és hát a pihenésre, a regenerációra, a rehabra, a wellnessre pedig megfelelő, és az étkezésre megfelelő volt a szálloda, tehát minden adott volt a jó felkészüléshez. Ugye a stáb előre megtervezte a napi programot szinte, nem csak a napit, a napi programon belül a szakmai programokat, így gondolok az edzés metodikák felépítésére, úgyhogy ebben benne volt ugye még plusz az edzőmérkőzések, amit Olá Gergő már 2 hónappal, vagy 3 hónappal előtte lekötött. Ugye volt szerb, lengyel és cseh ellenfelünk, mind elsőligás csapatról beszélünk, az ellenfelekről, úgyhogy így indultunk neki a felkészülésnek, amit kitűztünk célul, azt az edzésekben gyakorlatilag maradéktalanul el tudtuk végezni, és az edzőmérkőzésekből is pedig jól jöttünk ki, tudtuk gyakorolni azokat, amiket megbeszéltünk, azokat a csapatjáték fejlesztésen, csapatrészeken, fejlesztéseken belül is úgy érezzük, hogy kaptunk vissza sokat, amit előre megbeszéltünk, felvázoltunk a játékosoknak, úgyhogy ez a 10 nap, ez minden szempontból jó volt, stábkohézióból és ugye csapatkohézióból is úgy gondolom, hogy tudtunk tovább lépni. Nem beszélve arról, hogy ugye ez már a bajnoki rajt utolsó mérkőzés is, már szinte, de mondtam a felkészülés is, az első bajnoki rajt jegyében történt meg. Nem volt túl nagy mozgás a játékos keretben, mekkora előnyt jelentett ez a folytatás, hogy azért egy állandó kerettel dolgozhatunk gyakorlatilag? Én szerintem ilyenkor télen ez mindenféleképpen nagyon előnyös lehet, hogy nem cserélődik ki egy csapat, ugye csak 2 játékos jött be, úgy ugye hát most fiatal Nazárról nyilván még nem beszélek, aki profi szerződést kapott, de ő is mi kötelékünkben van itt ez velünk. Ugye Jovicsics és Pásicsról beszélünk, mert Jovicsics belső védőként tud majd nálunk szerepelni, és Pásics pedig a támadó szekcióban bármelyik részen bevethető. Jó benyomást tettek ránk,
úgyhogy jó játékosokról beszélünk. De ugye mindig, amikor azt olvassuk, hogy azt mondják, hogy erősített a Kisvárda, vagy erősített a X csapat, azt én óvatosan szoktam ezzel fogalmazni, mert inkább azt mondom, hogy amikor kiállítjuk a bizonyítvány magunkról a bajnokság végén, és abban benne van az, hogy eredményesek voltunk, akkor mondhatjuk, hogy erősítés volt, ha megnézzük, hogy ehhez mit tettek ők hozzá. Van egy olyan általános vélekedés, hogy minden bajnokságban, nem csak az NB1-ben, tavasszal jobban meg kell dolgozni a pontokért, hiszen már kristályosodnak ki a célok, a kiesés elő menekülő csapatok nagyobb erőbedobással küzdenek, akik elő vannak, ott akarnak maradni, egyet értesz ezzel? Így van, így van. Minden csapatnak van célja, és ugye itt ugye a tavaszi bajnokság, ahogy mondtad, hogy nagyon éles lesz, mert ugye aki a végén van, azt szeretne minél feljebb kapaszkodni, aki pedig ott van az élmezőnyben, az is nyilván minél jobb eredményt szeretne elérni, hogy megközelítse a dobogót, de hát látjuk azt, hogy nagyon szoros a mezőny is, úgyhogy itt pillanatok alatt 3-4 hely változhat. Ez egy nagyon kiélezett tavaszi bajnokság lesz, az biztos. A Paks ellen kezd a Kisvárda hazai pályán, egy jó rajt mindig befolyásolhatja a folytatást. Milyen meccsre számítasz? Az első meccs mindig egy picit lutri, ilyenkor egy hosszabb szünet után. Igen, ez a hosszabb szünet, ez egy egyedi volt, ugye speciális eset, mindenki egy kicsit a saját elképzelései szerint készült fel, ugye bajnokság után mi például egyből pihentünk, után két hetet, után visszatértünk két hét edzésre, után megint pihentünk. Más csapatok is csináltak ezt hasonlóan, de voltak, akik eltértek ettől. Ettől függetlenül ugye a Paks egy nagyon jó csapat, folyamatosan elemeztük őket, a felkészülési mérkőzéseiket, biztos, hogy benne, hogy ők is a mieinket. Mindenféleképpen az a célunk ugye, hogy eredményesek legyünk az első fordulóban, és továbbra is a bajnokságban. Egy hasonló szereplés, talán egy kicsivel még jobbat is elvárhatunk magunktól a tavaszi bajnokságban. Első mérkőzés persze mindig nehéz, de minden meccs nehéz, ahogy mondtuk, hogy nagyon éles bajnokság lesz. Viszont a célunk az, hogy itthon tartsuk a 3 pontot, és hogy kiszolgáljuk a közönségünket, és egy jobb hétvégét szombat délután szerezünk nekik, mint amikor legutóbb a hazai mérkőzésen itthon játszottunk az Zalaegerszeggel, mert ugye az egy elég szomorú nap volt számukra, meg ő számukra is, ugye vereséget szenvedtünk, nem is akármilyet, játékban is, és eredményben is ez elszomorító volt. Úgyhogy ezt szeretnénk egy kicsit korrigálni, és jóvá tenni. Folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB2-ben is. A Nyíregyháza Spartacus vasárnap Szombathelyen lép pályára. Pörögnek a napok és hetek, nemrég még arról beszéltünk, hogy kezditek a felkészülés, most pedig már 2 napon a bajnoki mérkőzés. Hogyan telt ez az elmúlt szűk egy hónap? Szerintem nagyon jól dolgozott a csapat az elmúlt 3,5 hétben. Volt 4 edzőmeccsünk. Az első 3 edzőmeccs nagyszerűen sikerült, az utolsó az nem annyira, de annak is az utolsó 15-20 perce. Sajnos sok gól született a végén, de levontuk a megfelelő következtetéseket ebből. Szerintem tanulni kell ebből, de a csapat 70 percig nagyszerűen működött. Voltak sérültjeink, betegeink. Én abba bízok, hogy most a csapat nagyon jól dolgozik a héten. Megvan mindenki szinte, mindenki tud edzeni. Nagyon bizakodóak vagyunk. Tudjuk azt, hogy a haladás otthon azért mindig erős ellenfél, de egy nagyon-nagyon jó rajtot szeretnénk venni, hogy jól kezdjük a bajnokságot, mert egy jó start az nagyon sokat számítana a következőkben. Egy edző mindig keves a felkészülési időt, ez a szűk egy hónap, mire volt igazán elég, nem ártott volna még esetleg 2-3 hét, bár tudjuk, hogy nincs. Minden csapat ugyanezzel a problémával küzdik, ezt meg kell oldani. Én nem mennék abba bele, hogy most kellene idő, vagy nem. Majd időközben még próbálunk korrigálni dolgokon, ami esetleg elmaradt, vagy amiben hiányérzetünk van. Én bízok a csapatba, tudják, hogy mi vár rájuk, állunk elébe a feladatnak. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű, mert egyik mérkőzés sem könnyű, főleg az NB2-ben nagyon harcos és agresszív csapatok vannak, de mi is próbáltunk úgy készülni, hogy fölvegyük a versenyt mindenkivel, és én nagyon jó tavaszban reménykedem. Említetted, hogy részemben megvagytok, megvan-e minden pocra a rivalizálás?
Többnyire igen. Bíztam benne, hogy azért még egy bizonyos sorba tudunk játékost hozni, de az most egyelőre elmaradt. Akik vannak, abból kell építkeznünk, de hiszek a játékosaimba. Jó és motivált játékosaink vannak, én bízok benne, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot. A szünet utáni első bajnoki meccs egy picit mindig lutri, milyen szombathelyi mérkőzésre számítasz? Szombathelyi otthon mindig erős, azért komplett csapatuk van, felsőházi ambícióik is vannak. Ismerem nagyjából az állományt, a cseh edző egy agresszív focit játszott a csapatával. Én hiszem abba, hogy túljárunk az eszükön, és egy pozitív startba reménykedem. A futballisták általában nem nagyon szeretik a felkészülési időszakot, a téli talán még kevésbé, mint a nyári. A csapat számára hogyan telt ez a szűk egy hónap? Igen, ez most egy kicsit rendkívüli volt, hogy nagyon rövid volt a felkészülés. A szünetben már kaptunk edzésprogramot, nekem volt egy kisebb betegségem az első héten, úgyhogy egy kicsit később csatlakoztam, de úgy érzem, hogy tartalmasan telt ez a 3-4 hét. Dolgoztunk keményen, és remélem, hogy ez majd a meccseken is meg fog látszódni. Külföldi edzőtáborban most nem volt a csapat, volt egy bentlakás, és egy hetes edzőtábor, mennyire tett ez jót a kohéziónak? Szerintem nem is lett volna értelme kimenni külföldre, hiszen az utazásokon is elmegy több nap, illetve a pályák is alkalmasak voltak, itt van is a füves pályák, és hál' Istennek csak egy szűk egy hetet kellett mi fönn töltenünk, úgyhogy igazából ez jót tett, mindig jót tesz egy edzőtábor a csapatnak, a kohéziónak és az együttműködésnek, és akkor remélem, hogy sikeres szezonunk lesz. Nálad jöttek ősszel a gólok, most a tavasz végén mivel lennél elégedett egyénileg is, és a csapat szereplését illetően is? A csapat szempontjából mindenképpen annak, hogyha elkerülnénk arról a zónáról, ahol most vagyunk, mert nem néz ki jól, minket is frusztrál. Egyénileg meg hát nyilván minél több gólt szeretnék rúgni, de azt szeretném, hogy a csapat is sikeres, és ez a kettő együtt működik, annak lennék a legboldogabb. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttes, az Ajkát fogadta, és a vendégek 60-55-ös vereséggel távoztak a Szent Imre csarnokából. A két csapat őszi csatáját a nyíregyháziak nyerték egy ponttal, így szoros mérkőzésre lehetett számítani. A vendégek kezdtek jobban, az első negyedet 2 ponttal nyerte az Ajka, amely a második 10 percben 10 pontot tett hozzá előnyéhez. Fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát a házigazda, olyannyira, hogy a harmadik negyed végén már 2 ponttal jobban állt az NKS. A záró játék részben jól gazdálkodott előnyével Farkasinszki Gyuláni együttese, így végül 5 pontos nyíregyházi sikerrel zárult a találkozó. Az első félidőben azért se a keménységet, se a gyorsaságot, se a pontosságot, tehát Isten igazából, amiben lehetett, abban mindenben az ellenfél volt a jobb. Próbáltunk egy kicsikét félidőben rendezni a sorokat, próbáltunk egy kicsikét ráhatni, hogy mely mozgások azok, amik jobban működnek ezen a mérkőzésen, és a második félidőre igaz, hogy védekezést is váltottunk, mert ugye átváltottunk egy 3-2-es és egy 2-3-as zóna váltakozásával védekeztünk, amit teljesen jól megoldottak a lányok most. Szeretem, amikor előttem védekeznek, akkor könnyebb irányítani őket, mert ugye ha nem mindig látja, hogy a háta mögött mi történik. És innentől kezdve azért szerintem javult a dobószázalékunk, kevesebb eladott labdánk volt, sokkal jobban vettük észre azokat a helyzeteket, amiket észre kellett venni, és sokkal koncentráltabban kosárlabdáztunk, és ami a lényeg, hogy fölvettük azt a keménységet, amit föl kellett venni, és így győzelemmel zártuk ezt a mérkőzést. A fél időben azért, hát szerintem senki nem gondolta, hogy ennek ez lesz a vége, de ebből látszik, hogy milyen tartása van ennek a csapatnak, hogy ezt is meg tudta oldani. Az Ajkával játszottatok, de azért mondjuk el, hogy viszonylag kevés ajkai nevelési játékos szerepel az Ajkában. Ez így van, tehát az Ajka az megpróbálja a régen kosárlabdázó játékosokat összegyűjteni, pontosan tőlünk is volt bent egy játékos, ugye, aki Budapestre ment tanulni, és a Kovács Orsi személyében ugye, ő volt az ellenfél, másik játékos az Debrecenből volt, tehát az Ajka tipikusan az a csapat, aki megpróbál a régi játékosokra építeni, megpróbálja a régi rutinos játékosokat összegyűjteni, és azzal eredményt elérni. Gondolom, hogy ennek megvan az oka, ugye Ajkán is van kosárlabda, és gondolom, hogy azokat a gyerekeket, akik ott majd idővel végeznek, azokat szeretnék ebbe a csapatba beépíteni. Mennyivel nehezebb ilyen játékosok ellen játszani, akik azért megkapták a képzést, korábban esetleg magasabb szinten is játszottak, és adott esetben egy picit akár keménységben, ritmusban mást mutatnak, mint egy tényleg amatőr csapat.
mi jobban szeretnünk ezek ellen a csapatok ellen játszani, mert itt azért helyek közel kiszámítható a játék. Tehát ugye ők valóban kosárlabdázni fognak, tehát ők azokat a dolgokat, amiket tanultak a régebben, vagy a mai, most is az sokkal inkább, tehát ők ha odalépnek, akkor az keménység, és nem agresszivitás, és nem verekedés. És a kettő közt óriási a különbség. Tehát ők megpróbálnak a szabályok keretein belül védekezni, és nekünk ez sokkal jobb. Tehát mondom, sokkal kiszámíthatóbbak, sokkal inkább tudjuk, hogy mire lehet számítani a játék közben, és tehát jobb, az ilyen csapatokon sokkal jobban szeretünk játszani. Hogyan néz ki a folytatás? Jelen állás szerint a csoport első két helyezettje játszik majd tovább a rájátszásban, a többiek számára véget ér a bajnokság. Mennyi az esély, hogy ott legyen a Nyíregyháza az első két hely valamelyikén? Hát sajnos oda nem fogunk odaérni, tehát bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk megoldani. Tehát ugye itt annyival lehetünk most jobbak az Ajka ellen, hogy talán gyorsaságban és fizikálisan tovább bírtuk a mérkőzést, viszont azok ellen a csapatok ellen, akik az NB1 csapatnak az utánpótlás csapatai, no, erre nincs esélyünk. Tehát ők azért lényegesen többet edzenek, sokkal gyorsabban, sokkal pontosabban dolgoznak, amit mi bármennyire is szeretnénk, egyenlően nem tudunk megoldani, ahhoz kevesen vagyunk. A későbbiekben mi lesz? Hát valószínűleg nem végzünk az első két helyen, onnantól kezdve megpróbálunk azért úgy játszani és ellenfeleket keresni, hogy legalább azért itt a május közepéig kitartson ez a bajnokság, mert az nem igazán lenne szerencsés, hogyha március 18-án befejeznék, és majd valamikor szeptember végén vagy október elején elkezdenék. Tehát nincs a játékosnak miért dolgoznia, meg nekünk azért is dolgoznunk kell, mert a juniorjaink azért ott vannak, és a junior játékosainknak edzenie kell ahhoz, hogy ők a céljaikat el tudják ebben az évben élni. Tehát mi mindenféleképpen megyünk tovább, beszéltünk már csapatokkal, akik szintén benne vannak abban, hogy játszunk mérkőzéseket, így nem fogunk leállni, tehát ugyanúgy fogunk mérkőzést játszani, hazai idegenpályán, ahol sikerül. De május közepén hamarabb nem fejezzük be a bajnokságot. Következő bajnoki? Megyünk a Diósgyőr otthonába, ami szintén nem egy egyszerű dolog. Ugye a Diósgyőr is az előző évben inkább a juniorkorú játékosait játszotta, de ettől az évtől kezdve azokat az NB1-ben edző és játékos és játszó játékosokat is játszhatják, akik esetleg kevesebb játékpercet kapnak. Na most ez úgy ugyanaz, mint hogyha a Vasast nézzük, vagy az MTK-t nézzük, tehát ez ugyanúgy meg kell küzdenünk minden egyes pozícióért, minden egyes pontért. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, de meglátjuk, hogy mi történik majd. Úgy tűnt, hogy maga biztos ajkai győzelem születik. Mi működött jó az első fél időben, aztán változott meg a másodikra? Szerintem nem nálunk történt változás, bár egy kicsit leült a csapat. Én azt gondolom, hogy sokkal agresszívabb védekezéssel jött ki a Nyíregyháza, amit a játékvezetők igencsak hagytak, amihez mi nem nehezen tudtunk alkalmazkodni, és egy 3-2 zónát alkalmaztak védekezésbe, amit próbáltunk már gyakorolni ellene a támadást, de nagyon nehéz, mert nagyon kevesen vagyunk, és keveset tudunk ötödben gyakorolni. Nem annyira sikerült ellenszer találni rá. Ugye az Ajka tavaly a erősebbnek számító piros csoportban is jól szerepelt, most mennyire fekszik a csapatnak ez az összemixelt három csoportos változat? Nem annyira értek egyet ezzel az egésszel. Úgy látom, hogy sok edzőnek problémája van ezzel a rendszerrel. Nem látom értelmét, hogy miért kell átcsoportos csapatokkal játszanunk, akik hol a tényleg az ásokkal, hol a kadettokkal állnak ki, és közben megjátszunk olyan gyenge csapatokkal, akik meg mindenkitől kikapnak. Tehát, hogy annyira nem értem ezt az egész koncepciót, de én úgy látom, hogy elég mostohán kezelik ezt az egész bajnokságot. Az a neve, hogy amatőr és tele van profi játékosokkal. Szóval nem azt látom, hogy tényleg az amatőrök vannak itt előtérbe helyezve ebbe a bajnokságba. Hová szeretne a csapat odaérni a szezon végére? Ugye, ha minden igaz, csak az első két helyen végző együttesek folytatódik a bajnokság, többieknek viszonylag hamar március közepe után vége lesz. Reálisan azt gondolom, hogy ez a harmadik, negyedik hely pont szerintem a Nyíregyháza meg köztünk fog eldőlni, esetleg még a Vasas, de hát náluk is attól függ tényleg, hogy kit hoznak le az A-ból, mert ha az ásokkal jönnek, akkor nehéz ellenük nyerni, ha meg nem, akkor meg lehet őket verni. De azt gondolom, hogy reálisan ez a,
a mi helyünk. A tavalyi eredmények alapján volt ennek az területnek is ez az elosztása, ahol a DVTK egy nagyon gyenge csapatnak számított, és most megvezetik a tabellát, mert most megint a komoly csapattal álltak ki. Tehát, hogy nem tartom reálisnak ezt a mezőny elosztást sem. A két csapat ősszel is tudós meccset játszott egymással, hasonlóra számítottál? Hasonlóra, ugyanúgy kemény meccset szállítottam itt fent Pesten, és ugyanúgy bevált. Szerencsére most nagyobb különbséget tudtunk nyerni, sokkal küzdősebb volt, és örülök a csapatunknak, hogy egységben tudtunk játszani. Milyen volt ez az ellenfél a pálya, mennyire volt nehéz ellenük játszani? Nem kis szerkezetű csapatról van szó, úgyhogy ugyanúgy meg volt a centerük, a gyors játékos, a kinti dobó, úgyhogy összetett csapatról volt szó. Hál' Istennek mindenki egységesen tudta venni részét állásban, mint védekezésben. Nagyon jól játszottunk most. Neked is jól ment a játék, azt hiszem 17 pontot, 13 lepattanót szereztél, és közel 40-es értékindexel zártál. Mi a szerepet, hogy érzed a pályán, mennyire keresnek téged a társak, mennyire igyekeznek megjátszani? Szerintem keresnek, és szeretnék minél több segíteni a csapatnak. Ugyanúgy szeretettek a csapatai tagjára, mint ők rám. Mennyire vagy elégedett az eddigi teljesítményével a csapatnak? Ugye most egy ilyen mixelt csoport van, több olyan együttes játszik, többek között az Ajka is, amely tavaly még a erősebb piros csoportban szerepelt. Teljesen elégedett vagyok a csapattal. Jól kezdtünk, jól is folytattuk ugye a tészünet utáni meccseket. Volt egy-két döccs, amikor veszettünk, de ezt köszönöm, és továbbra is felfele próbálunk irányulni. Hova szeretnétek odaérni a bajnokság végére? Minden jobb helyezésen, először szeretnénk végezni, hogy a keresztjátékbe be tudjunk menni. Az amatőr NBA zöld csoport tabelláját az MTK TFS-re vezeti 8 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 7-1-es mutatóval rendelkező DVTK U23-at. A 6 győzelemmel és 3 vereséggel negyedik nyíregyházi kosársuli vasárnap a DVTK-hoz látogat. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.